Sziasztok, üdvözletem minden a kolbénysétel, ez most egy gyors bejelentkezős vlog lesz. Nem mutattam még meg nektek a mögöttem lévő Baszpencer szobrot. Szeretném most így fotolni. Ilyet ez itt van egyébként Budapesten 9. kerületben a kolbénysétányon. És nem tudjátok, Terence Hilltől van egy idézet rajta. Amit egyébként Baszpencer temetésén mondott, itt van, és akkor itt van maga a szobor. Ez a ördög jobb és bal kezéből rossz élete táblázolja, mikor nyereggel a hátán sétál. Bad. És még a szoborról még nagyon rövid története annyi, hogy eredetileg Kazincz Barcikára szánta volna a Tasnádi Szandé, az alkotója. Meg is volt, azt hiszem beszélve, hogy ott befogadja a város, de aztán végül mégis visszakoztak, hogy nekik nem kell. És akkor sokáig így bizonytalan volt a szobor sorsa, és akkor a 9. kerületi önkormányzat bejelentkezett érte, hogy itt akkor a Kolbén sétányon föl lehet állítani. Volt egyébként november 11-én tavaly átadó ünnepség is, akkor is itt voltam. Ha hatalmas tömeg volt, akkor nem igazán lehetett rendesen fotózni. Szóval többször voltam már itt. Hát. De szerintem ez nekem az is akartam bemutatni, mert egyrészt Baszpencer az ember, aki tényleg megérdemlő szobot állítsanak neki. Meg azért is, mert a Baszpencer Terence Hill filmek azok mai napig a kedvenceim. Tehát a gyerekkorom óta nézem őket, és mindig is nagyon... Már az elején megszerettem őket, és azóta is rendszeresen, plusz Baszpencer Terence Hill fesztiválokra is szoktam járni. És most ugye úgyis erre jártam, gondoltam, hogy akkor ezt... Egy gondoltam, akkor ezt neki is a szobrot megmutatom, olyan... De hogyha erre jártok, akkor gyertek el, nézzétek meg, tényleg megéri. És akkor... Te is köszönnék. Akkor... Sziasztok, és köszönöm, hogy ezt is megnéztétek.